Az ISD Dunafer ZRT igazgatóságán dolgozó hölgyeket várták a Dunafer lemezalakító Kft. Oktatási központjába kedden délután. A március 8-ai nőnap alkalmából ünnepséget rendeztek számukra. Az eseményen Kovács András Péter, a Duna Színház társulatának egyik tagja lépett fel. És most tényleg kicseréltem a csaptelepeket, mi volt a válasz? Inkább hívtunk volna szerelőt. Hát nincs megbecsülve. Rendeltem 2 köbméter sódert. Leborították a kapu elé, mire a feleségem hazajött, belapátoltam az egészet. Megjött kapu belőle, megjött, mondom, látod? Láttam sóder, és mondom, tudod, ki lapátolta be kapun belőle? Én. Ugyanígy elmaradt a konfettizápon otthon. A humorfesztivál győztes, karinti gyűrűvel elismert humorista a jogászvilágból érkezett, és az írás sem állt tőle távol. Stábunknak elárulta, hogy Litkai Gergely megkeresésére vált a Duma Színház tagjává, emellett pedig alkalmanként forgatókönyvírással foglalkozik. Vicces gyerek voltam, én voltam az osztály bohóca, otthon a viccmesélő király, stb., mint amit mindannyiunk elmondhat magáról, és aztán teljesen véletlenül egyetem után így jelentkeztem egy ilyen felhívással, Komédium Színházakat, egy házi kabaré műhelyt, ami aztán be is sült egy-két próbálkozás után, viszont akkor indult a Duma Színház, és páran megadták az én telefonszámomat is Litkai Gergőnek, a szervezőnek, és ő keresett meg engem is, mint pár ilyen olyan embert, aki még ígéretes lehet, és aztán megragadtam, és működött. Úgyhogy hál' Istennek ott voltam az elején, jókor a jó helyen, és azóta is töretlen sikerrel török előre. Forgatókönyveket még néha napján írok, mert ugye több sorozatba is irkáltam, meg most újra elkezdtem rádiókabaré jeleneteket irkálni, de könyvet most egy darabig nem szeretnék írni, csak hogyha nagyon fontos, magvas mondani valóm lesz, de arra lehet, hogy várni kell 20 évet. Bár Kovács András Péter gyakorlott fellépő, ennek ellenére minden előadás előtt izgatott. Kifejezetten akkor, ha új viccekkel, történetekkel áll a közönség elé. Főleg, hogyha új anyagokat szeretnék kipróbálni, akkor állandóan ugyanúgy izgulok, mintha életemben először állnék a színpadon, mert hogy azzal az anyaggal először is állok, és nincs olyan, hogy mi le tudjuk próbálni bárhol az anyagainkat, hanem egyből élesen, közönség előtt tudjuk csak tesztelni, úgyhogy olyankor mindannyian ott parázunk gyomorgörccsel a függöny mögött. Úgy néz ki, hogy bejönnek a megérzéseim, és persze fontos az, hogy kiszolgáljuk a nézői igényeket, hiszen ők vesznek ránk jegyet, és ők tartanak el minket, de az is fontos szerintem, hogy mindenki bátran megtalálja a saját hangját, és meg is szólaljon rajta. A humorista elárulta, hogy önálló estjeit mindig egy-egy gondolatmenet alapján építi fel. Ugye általában 2 évente egy ilyen 80 percnyi önálló estel körbejárom az országot, és utána a Comedy Central megveszi ezeket az esteket. És ezeknek van például a mostani előadásomnak az a cím, hogy életet filmje, és így elindulunk tényleg az a bizonyos film, ami lepereg az embernek az élete végén, annak a dramaturgiáját követve elindulok én is a születéstől, és így a kamaszkorom, felnőttkorom keresztül egészen jutok az öregkorig, és a végén bizony a halálig is, úgyhogy ez egy ilyen érdekes önálló est, mert a végén szipognak az emberek, és a könnyeiket törölgetve mennek haza. Az ISD Dunafer ZRT nőnapi ünnepségére kifejezetten a nőkhöz vagy a nőknek szóló viccekkel érkezett, a férfiak és a hölgyek közötti viszonyt, a humoros szituációkat állította a középpontba. Csak és kifejezetten nőkről fogok beszélni, meg azokról a furcsaságokról, amik férfi szemmel felfoghatatlanok a nőkben, illetve majd elárulok a nőknek egy-két olyan férfi dolgot, amiket meg ők nem értenek bennünk, vagy megmagyarázok egy-két olyan férfi dolgot, amiket meg ők nem értenek bennünk férfiakban. Kovács András Péter 2 fiú és 1 kislány büszke édesapja. Arra neveli a fiait, hogy a lányokkal udvariasan bánjanak, a nőnapokon pedig a virágátadás sem marad el. Hát virágot mindenképpen fognak majd adni anyának is, meg a kisfiúknak is, és nagyon fontosnak tartom, és kezdetektől fogva így nevelem a fiúkat, hogy a lányokkal mindig udvariasak vagyunk és előzékenyek. Kovács András Péter fellépése után következett a tombola húzás. A szerencsés hölgyek a humorista által kihúzott szelvényekkel ajándékcsomagokat nyertek. Az ünnepség végén a Dunafer néhány férfi tagja egy szál virágot adott át a meghívott hölgyeknek, ezzel kifejezve az irántuk érzett megbecsülést és tiszteletet. Az ISD Dunafer ZRT nőnapi rendezvénye jó hangulatban telt. Tóth Andrea, a Dunafer foglalkoztatásért acélalapítvány titkára bízik abban, hogy a következő években is hasonló eseményeken vehetnek majd részt. Nagyon kellemes gesztusnak tartom ezt a Dunafer menedzsmentjétől, hogy a hölgyeket itt egy ilyen közös ünnepségen ünneplik. Nagyon tetszett a műsor, nagyon, ez hallható, látható is volt itt, nagy tetszést aratott a fellépő művész ezzel a műsorral, én azt gondolom, és hát reméljük, hogy
a továbbiakban is ebből valóban hagyomány lesz, és hogy további ilyen kellemes előadásokon, műsorokon vehetünk részt. A Nemzetközi Nőnapot Magyarországon 1948 óta minden évben március 8-án tartjuk. A nőnap eredetileg munkásmozgalmi eredetű, demonstratív nap volt a nők egyenjogúságáért. Napjainkban egy szál virággal kedveskednek a férfiak a hölgyeknek, így tesz a vállalat vezetése is minden évben. Idén műsoros ünnepséggel köszönték meg a kolléganők munkáját.